Hetedik alkalommal rendezték meg az Akarat ereje kispályás labdarúgó tornát. Már évek óta kötelező a kutyák egyedi mikrocsippel történő azonosítása. Egy egyes döntetlennel ért véget a Budapest Honvéd együttes elleni mérkőzés. Köszöntöm nézőinket, Önök AD Plus TV híradóját látják. Május 22-e éjfélig lehet nyilatkozni az egyházaknak, nemzeti tehetségprogramnak és a civil szervezeteknek felajánlható 1+1%-okról. Aki már korábban beadta SZIA bevallását vagy jóváhagyta tervezetét, de még nem döntött az 1%-ok sorsáról, még nem késett el, 22-éig külön is rendelkezhet. A legtöbben gyermekek fejlesztésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1%-át. A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz egészen május 22-éig. Aki a bevallással együtt szeretné felajánlani, azaz az adóbevallás megfelelő oldalának kitöltésével megteheti. Aki a bevallástól elkülönülten szeretné nyilatkozatát eljutatni a NAV-hoz, az a 17 egyszalapon vagy annak tartalmával megegyezően írásban is megteheti május 22-éig. Az SZIA 1+1%-áról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapunk keresztül a NAV webes kitöltő programjával lehet. Újdonság, hogy az egyházi 1%-ról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, egészen addig, míg a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja, vagy nem jelöl meg másik egyházi kedvezményezettet. Fontos, hogy a kedvezményezettek megfelelő időzítéssel és üzenettel hívják fel a felajánlók figyelmét az adakozás lehetőségére, ugyanis a legtöbben szimpátia alapján döntenek, és egy-egy emlékezetes reklám vagy plakát rokonszenvessé teheti a szervezet célját, ami ösztönözheti a támogatást, az adó 1%-ának felajánlását. Ismét Akarat ereje, immár hetedik alkalommal tartották meg a Szatmári Ádám megsegítésére életre hívott kispályás labdarúgó tornát. A megmérettetésen férfi és női csapatok is részt vettek. Petrás Gábor, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára nyitotta meg a hetedik Akarat ereje labdarúgó tornát, amely a Családi Utazás címet kapta. A megmérettetést, amelyre 16 együttes nevezett, a Lemez Alakító szabadidőparkjában tartották. 7 évvel ezelőtt indult ez a kupa útjára, mégpedig Szatmári Ádám megsegítésére, részére, és most már olyan hagyománya lett, hogy az ország különböző pontjáról érkeznek csapatok, hogy megismerjék Ádámot és segítsenek Ádámon. A tornát a Labdarúgó Szövetséggel közösen Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata támogatta. A tornát eredetileg Szatmári Ádám és családja megsegítésére hozták létre még 2012-ben, és rendezik meg azóta is. Az idei évtől azonban történt egy kis változás Ádámnak köszönhetően. Nekünk egy amerikai kezelés volt a cél, és az első kupa azért indult el, hogy támogatást kapjunk erre, mert nagyon sokba került, és ezen a kupán úgy megszerették Ádámot, hogy azt mondták a DLS-be, hogy innentől kezdve minden évben szeretnék ezt megrendezni neki, és a következő években ez már nem is igazán az anyagi támogatás volt, ez már az elfogadás, a szeretet volt, hogy Ádám miatt a jótékonyságra ennyi ember megmozdult, és mindig nagyon sok csapat jött, és úgy kezelték Ádámot, mint egy egészséges gyereket. Tehát oda jöttek hozzám mindig, beszélgettek vele, ami nagyon jól esett neki, és az, hogy a foci részese lehetett, mert neki nagy álma, hogy focista legyen, ami sajnos nem lehet. És már régen beszéltünk arról, hogy mivel ennyi embert meg tud mozgatni ez a rendezvény, hogy amennyi szeretetet mi kaptunk, azt valahogy másoknak is tudjunk belőle adni, akár Ádámon keresztül, és így jött az ötlet, hogy a kórház gyerekosztályának, ha bármilyen támogatásra szüksége van, akkor a kupa révén tudjunk segíteni ezzel. A tornára a 10 férfi együttes mellett 6 női csapat is nevezett. A megmérettetésre a megye több pontjáról is érkeztek együttesek. Hát mivel a csapattal most így az első alkalommal, de igazából majdnem minden évben nem vagyunk más-más csapatokkal, hogy épp a haverok összejönnek.
Igen, az jótékonyságról szól, és hál' Istennek mindig megrendezik ezt évente, úgyhogy azért vagyunk itt igazából. A 7. Akarat ereje focikupa a Szatmári családnak köszönhetően tehát a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályának segít. Az állatok csipelése számos esetben nagy segítséget nyújt. Az egyik ilyen, amikor elveszik. Adi Géza lányának a kutyája Budapesten szaladt el, nem találták meg. Egy kedves idegen fogadta be éjszakára az Ebet, majd másnap első dolga az volt, hogy elvigye a kedvencet az állatorvoshoz. A csipnek köszönhetően pillanatok alatt utolérték a gazdit, akihez még aznap vissza is került négylábú társa. Mi kutyánk a Lajka, aki Budapesten a 13. kerületben lakik eredetileg, időnként van nálunk, és a 13. kerületben szökött meg egyszer ilyen borúsabb időben, amikor dörgéstől megijedt és elszaladt. Hát a Népliget másik végén találták meg, odáig elkóborolt egyedül, Budapesten keresztül. Este fele már egy hölgyhöz szegődött hozzá, aki hazavitte, és ugye látta este kaját, meg mi egymást, és másnap elvitte orvoshoz, és a nyakába levő csíp alapján találták meg a lányomat, a gazdáját, és úgy került vissza a gazdájához a kutyus. A Dunaújváros Pasa labdarúgó csapata 1-1-es döntetlent ért el a Budapest Honvéd második számú együttes elleni hazai mérkőzésen. Az NB3 középcsoportjának 28. fordulójában a Dunaújváros Pasa labdarúgó csapata a Budapest Honvéd második számú együttes ellen lépett pályára a Dunaújvárosi stadionban. A Dobosbarna tanítványok nem kezdték rosszul a mérkőzést, az első 10 perc után magukhoz ragadták a kezdeményezést, ezzel pedig sorozatban alakították ki a helyzeteiket. A félidő hajráját még jobban megnyomta együttesünk, Dobos Áron a 42. percben pedig megszerezte a Dunaújváros Pasa számára a már jól megérdemelt előnyt. Így tehát 1-0-al vonulhatott pihenőre csapatunk. A térfélcserét követően magához tért a Honvéd, egyre bátrabban támadta Vaszócsik kapuját, jelezve, hogy nem tettek le a pontszerzésről. A folytatásban jobbára a mezőnyben gyűrték egymást a felek, s bár továbbra is a fővárosiak játszottak némi fölényben, igazán nagy lehetőséget nem tudtak kialakítani, mert a hazai védelem is becsülettel tette a dolgát. A 89. percben azonban a hazai drukkerek legnagyobb meglepetésére egy baloldali beadás után Mayer Milán fejelt védhetetlenül a bal alsóba, kialakítva ezzel az 1-1-es végeredményt, mellyel a Dunaújváros Pasa maradt a bajnoki tabella 4. helyén. Az első félidőben abszolút a Dunaújváros kezdeményezései és akarata érvényesült. Picit rohantunk, és nem tudtuk megnyugtatni a játékot, több eladott labda volt a középpályán, és ebből nagyon jól meg tudta oldani. Illetve felállt védelem ellen is nagyon veszélyes volt a Dunaújváros. Többször szerencsénk volt, két kapufa, stb., úgyhogy be voltunk nyomva. Ezt a nyomást egy góllal ki tudtuk úgy húzni. Csak kontráink voltak, bizonyos lehetőségeink ezekből lehettek volna, de pontatlanak voltunk. Ebben a rutin nagyon is hiányzott. És a második félidő viszont egy teljesen más képet kapott, és egy nagyon magabiztosabb labdabirtoklás volt, minőségibb játék, amihez természetesen gratulálok a csapatomnak, felnőttek ehhez a második félidőhez, és kellő türelemmel, kivárásig tudtuk ezt megcsinálni. Voltak átlövéseink már, zicserig nem tudtunk menni, talán egy vagy két olyan lehetőség volt, de maga a gólunk egy nagyon szép támadás után keletkezett, és ki tudtuk ezt használni, ezt a lélektani helyzetet. Az első fél időben nagyon sok helyzetet tudtunk kialakítani, szerintem jól játszottunk. Hamarabb már megszerezhettük volna a vezetést. Végülis a fél idő vége előtt sikerült. Úgyhogy 1-0-ás előnnyel mehettünk a szünetre. A második fél időben is jól játszottunk, egy kicsit azért már azt a teljesítményt nem értük el, mint talán az elsőben. Megszerezhettük volna a második gólunkat, azt nem tudtuk. És itt a végén pedig egy hibánk az ellenfélnek, talán ez az egy lehetősége volt, amiből egy elített, úgyhogy szomorúak vagyunk, hogy nem sikerült nyernünk. A Dunaújváros Pasa labdarúgó csapatának következő mérkőzése a Paks ellen lesz május 25-én, pénteken 17 órától. Következzenek kiemelt híreink, még egyszer, röviden. 7. alkalommal rendezték meg az Akarat ereje kispályás labdarúgó tornát. Már évek óta kötelező a kutyák egyedi mikrocsippel történő azonosítása.
1-1-es döntetlennel ért véget a Budapest Honvéd együttes elleni mérkőzés. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak, mert Kölesdi Fanni jön a friss időjárás jelentéssel, majd Hír Plusz című műsorunkban Baltási Nándor Esperes, a Krisztus Király templom plébánosa beszél a pünkösd eredetéről, azt követően pedig Sportváros című magazin műsorunk következik Főce Ramonával. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Kedden a több órás napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg. Többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakulhat. Szerdán már kevesebb napsütésre számíthatunk, a nap bármelyik szakaszában lehetnek záporok és zivatarok. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet, 24 és 27 fokos maximumokat mérhetünk majd. Csütörtökön többnyire napos időre van kilátás, néhol alakulhat ki egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakulhat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!